minden szempontból eredményes szezon tudhat maga mögött a nyíregyházi női röplabda csapat. Az idehaza évek óta egyeduralkodónak számító Békés Csabát a Magyar Kupa döntőjében legyőzte az akkor már Hollósi László által irányított együttes. Ezt a bravúrt a bajnoki döntőben is véghez vitte a csapat, viszont a másik három meccset és vele a bajnoki aranyat a Békés Csaba nyerte. Mint a vezetőedző elmondta, úgy érzi, hogy nem az aranyat veszítették el, hanem az ezüstöt nyerték meg. Ebben a szezonban nem volt több ebben a csapatban, úgyhogy mi nagyon büszkék vagyunk az elért eredményre, és nagyon büszkék vagyunk, hogy Nyíregyháza, illetve a Fatum Nyíregyháza nevét öregbíthettük. A kupa győzelem egy csodálatos eredmény volt, így a bajnoki döntő után meg úgy gondolom, hogy ez meg duplán vagy triplán is felértékelődik, hogy mekkora sikert értünk el a kupa döntőben. Azt látni kell, hogy még egy picit előttünk jár Békés Csaba összességében, de úgy gondolom, hogy az az út, amit elkezdtünk itt Nyíregyházán, most már mondhatom így közösen, az egy nagyon jó út, úgyhogy keményen kell dolgozni, és tényleg így még van motiváció, hogy hova fejlődjünk. A következő lépés már a bajnoki arany megszerzése lenne. Ehhez a csapat értékének megtartása mellett erősítésre is szükség van. Én azt látom, hogy az elhatározás megvan az érintett felek részéről, ez a legfontosabb. Ha a feltételeket tudják biztosítani, akkor én úgy gondolom, hogy mi a szakmai stábban mindent megteszünk azért, hogy előreléphessünk. Nyilván történnek majd a játékos keretben változások, de nem akarjuk azért teljes mértékben felborítani, tehát az értékeinket szeretnénk megtartani, és nyilván bizonyos posztokat erősíteni, de ez még a jövő zenéje. Az viszont biztos, hogy vezetőedzőként a következő szezonban is Hollósi László felel a szakmai munkáért. A segítők személyében sincs változás, Horváth András és Kőhalmi Rihárd is tagja marad a szakmai stábnak. Jelenleg Villám Lilla a magyar, több külföldi játékos pedig hazája válogatottjával készül. A felkészülést a tervek szerint augusztus elején kezdi el a Fátum Nyíregyháza, amely a két hazai sorozat mellett ismét megméretteti magát a nemzetközi porondon is.